minden évben Terézvárosban Teréznapkor átadják azokat a kitüntetéseket, amelyek a terézvárosi lakosok közül a legkiválóbbaknak járnak. Ma kettőjükkel is fognak találkozni itt ül a stúdiónkban. Nagy Éva Borbála, Bica, aki a Terézváros kiváló sportolója címet kapta meg. Sok szeretettel gratulálok a kitüntetéshez. Köszönöm szépen. Nos, amikor a ünnepségre került a sor, akkor ugye mindig egy picit meghatódva nézem, amikor fiatalokat ismernek el, hiszen ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Van ilyen, hogy jó tanuló, jó sportoló, és minden évben vannak különböző elismerési formák. Ez a Terézváros kiváló sportolója egy egészen egyedülálló kitüntetés, hiszen mi nem rendelkezünk nagyon nagy sportcsarnokokkal, sportlétesítményekkel, tehát ez a terület, ez mostoha a sportolókhoz, mégis vannak kiválóink. Mit szóltál hozzá, amikor megkaptad az értesítést arról, hogy ebben az évben te lettél fölterjesztve? Hát eléggé meglepődtem rajta. Ki terjesztett föl, azt tudod? Lindmeier. Viktor. Igen. Önkormányzati képviselő. Igen. Hát mondta, hogy mit kell ehhez írni, de hogy nem igen semmit, és akkor utána megértesítettek, hogy én kaptam meg. Egy olyan sportolói karrier áll mögötted, illetve előtted, ami egy nem mindennapi sportághoz kötvető, ez az íjászat. Mikor láttál te először életedben íjat, vagy olyan embert, aki íjászkodott? Hát még egészen pici voltam, de akkor csak úgy tetszett ilyen vásárokban, meg utaztunk ide-oda, hogy voltak ilyen programok, ahol ki lehetett próbálni, uh-huh. És már ott is így nagyon tetszett, de sose gondoltam, hogy ijeszkodni fogok. Mikor jött el az a pillanat, amikor ezt komolyan gondoltad már? Hát 2014 áprilisában kezdtem el ijeszkodni, de akkor sem teljesen magamtól. Hanem? Hanem, hát volt egy lány, akit így megismertem, és kitalálta, hogy menjünk el ijeszkodni. És így ráhagytam, hogy jó, hát menjünk, úgyse lesz belőle semmi. De ő elkezdte így keresni a klubokat. És volt egy hozzám nagyon közel, a Szondi utcában, az Alibi Ijász Klub, de nem mentünk volna el, hanem egy osztálytársam másnap kérdezte, hogy jaj, Vica, te itt laksz a közelben, megmondod nekem, melyik a Szondi utca? Mondom, persze meg is mutatom, de miért? Hát van ott egy Ijász Klub, meg akarja nézni. Nem. Hát mondom, ilyen nincsen, jó. Elmentünk, nem találtuk, mert semmilyen hirdetés nincs kint, és előre egyeztetni kell amúgy pont ezért. És ezért én írtam nekik, mert hát az osztálytársam ő nagyon menni akart, és így ezért megkért, hogy írjak már nekik. És akkor kiderült, hogy hát igen, előre kellett volna egyeztetni, és ezt mondtam az osztálytársamnak. Majd apukám odajött hozzám, hogy amúgy ő vett nekem interneten egy kupont, egy ijász klubba, ami itt van a Szondi utcában. Ugye van kedvem elmenni? Na mondom, figyelj! Ennyi egybeesést? Van. És ott 3 hónapig lehetett felhasználni azt a kupont. Én a 3. hónapban mentem le először, mert úgy tudtam, hogy csak hétvégén lehet menni, és hétvégén sose értem rá, nem tudom, aztán már írtam nekik, hogy nem lehetne valahogy más, és mondták, hogy kedden csütörtökön bármikor mehetek. 5-től vannak nyitva, este 11-ig akkor még. És hát lementem, és nagyon meglepődtem, mert hogy ez egy pince. És nem is olyan nagy ráadásul. És hát ott maradtam, mert nagyon megtetszett. Tehát ez a meglátni és megszeretni egy sportágat. Nem nagy helyiség, ezek szerint annyira nincs jól eleresztve, hiszen nem olyanok az adottságai, mégis kiváló sportolót tudnak belőled nevelni, hiszen az eredményeid azt igazolják, hogy hoppá, tehát nem mindig lehet hivatkozni arra, hogy nem voltak olyanok a körülmények. Milyenek a körülmények egyébként? Hát ez egy pince, nagyon, ha nagyon kihasználjuk a területet, akkor lehet 30 métert lőni, ami azért... Azért az jó. Igen, tehát... Az egy viszonylag egyedülálló dolog itt. Igen. A városon belül, mert vannak ijászklubok, és úgy tudom, azért kevés helyen lehet 30 métert lőni. A 18 az egyik verseny szám, a teremversenyek, aminek most jön majd a szezonja decembertől, uh-huh. Ott 18 méterre lövünk. Viszont vannak kinti versenyek, amint például 30 méterre kell lőni. Hát ez egy nagyon jó adottság az iraklubnak.
De azért legtöbbször mi is csak 18-ról lövünk, vagy kezdők lőhetnek 10-re, sőt van 5 méterre is lehetőség. Egymás mellett a lővonalon olyan 8 íjász fér el maximum. Ez annyit jelent, hogy legalább 8 méter széles is az a helyiség. Én azt hiszem minimum 1 méterekre kell, hogy álljatok, nem? Nem, kevesebb, mint 1 méter elég. Egy kevesebb, mint 1 méter elég. Tehát akkor 8 célállás van ezek szerint, igen, és annyian. 30 méter áll rendelkezésre. Tehát ez azt jelenti, hogy ami a hátránya, az az előnye is, mert nem hiszem, hogy egy 30 méteres termet még lehetne itt Budapesten föllelni. Tehát pontosan itt a belvárosi házsoroknak az egybenyúló pince rendszere az, ami ezt biztosítja számunkra. Segíthet még az elképzelésében a helynek, hogy előtte egy tekepálya volt. Tehát a mai napig ez van kint az ajtón, hogy, ja, hogy tekepálya. Ha valaki meg akarná találni. Igen, ez így a világ átverése szerintem, de ez is nagyon vicces. Na, akkor térjünk vissza. Tehát lementél, volt lent edző? Akkor még nem. Én előbb értem oda, mint bárki, mert hogy gondoltam öttől lehet menni, én 4:55-re ott voltam kb. És volt ott egy srác, aki akkor volt harmadszor, mondta, hogy ne izguljak, ő még nem látott ott 5 előtt embert soha. És hát egy odajáró ember jött oda, ő nyitotta ki, leültetett, hogy nézzem az oktató videót, majd megint az edző. Meg is jött az edző, 3-an voltunk akkor, 2 felnőtt pasi meg én, és akkor minket elkezdett oktatni. Te elmagyaráztam, mit hogy kell, először ilyen gumiszallaggal, a mozdulatokat, és aztán kaptunk egy ilyen gyakorló íjat. És akkor ma ott mondta, hogy jaj, milyen tehetséges vagyok. Tehát rögtön, ahogy beálltál, lehetett látni, hogy úgy fogod meg, úgy hát ezek szerint hozzá? Igen. Bár apukám akkor még csak azt mondta, hogy jaj, mindenkinek ezt mondják. De legközelebb is ezt mondták meg azután is, meg még mindig. Meg még mindig, mert az eredmények is valahol ott vannak a háttérben. Térjünk vissza, tehát gyakorlóíjat kaptál, és elkezdtél lőni. Azt a céltáblát gondolom, bábuk vannak, vagy céltábla van? Céltábla. Céltáblát az első alkalmakkor hanyason tudtad eltalálni? Hát, amikor engem egyből első alkalommal odaállítottak 10 méterre, pedig azért legtöbbször csak 5 méteren szoktak lőni a kezdők. Ha sokan vannak, akkor kerülnek át általában 10 méterre. Hát az első lövésem, emlékszem, elment a tábla fölött. Mert hogy ebből az ilyen nem lehet célozni, érzésből kell lőni. Ez az egyik lényege annak a gyakorlóinak. De utána, hát először egy olyan táblanagyságú volt a szórásképem, de ez normális. Uh-huh. Nem is az a lényeg, hogy milyen pontszámú részét találjuk el a lőlapnak, hanem hogy a vesszők egymáshoz képest, tehát a szóráskép az milyen. Mert az jelenti azt, minél közelebb vannak, hogy ugyanazt a mozdulatot csináltam meg, és onnantól kezdve már csak egy lépés azt áttenni máshova. Aha, és akkor neked a szórásképed ezek szerint az hát nagyon szoros volt, és egyre javult. Hány alkalommal mentél le, amikor úgy gondoltad, hogy vagy az edződ úgy gondolta, vagy aki ott oktatott téged, hogy ennek a lánynak azért komolyabban kellene ezzel a sporttal foglalkozni? Igazság szerint én nem tudom, mert hát én szerettem ezt az egészet. Nekem nagyon szimpatikusak voltak az az emberek, azért viszonylag, én nem vagyok egy könnyen beilleszkedő ember, de oda viszonylag hamar sikerült, pedig hát a legtöbben felnőttek, sőt, kb. Mindenki felnőtt, majdnem. De így tök jól el vagyok velük. És hát ahogy én ott lőttem, pont akkor tájt rendelt az edző gyakorló íjakat. És akkor az egyikre mondta, hogy írjam rá a nevemet, hogy ugyanabban az íjjal tudjak lőni. Mert az azért nem jó, hogyha mindig másikkal lövök. És akkor eltelt szerintem max. 2 hónap, és kaptam tőle egy olimpiai íjat, ami hát összetételében ugyanolyan, mint egy ilyen gyakorló íj, csak a gyakorló íjak meg fa közepe van, ennek meg már fém közepe volt, egy olimpiai reflex íjat. Az ugyanúgy más volt ellenőri? Igen. Először nagyon meg voltam sértődve arra az íjra, mert nagyon nem ment. Mert nagyon könnyen leesett a nyilvessző a kifutóról, amin végig kéne mennie, és úgy ugye nem tudom előni, és mindig vissza kellett engedni, visszarakni rá. Szóval küzdöttem vele eleinte, de nagyon megszerettem azt az íjat. Mai napig néha, hogyha látom ott összerakva, akkor muszáj vele lőni egy kicsit, nagyon szeretem. És hát azért ott már gondoltam, hogy nem csak úgy mondják, hogy tehetséges vagyok. Nem is, eleinte nem is azt
tűnt fel nekem legalábbis olyan jókat lövök, jó szórást, hanem mindig azt mondták, hogy nagyon szépen csinálom, és az az alapja. Uh-huh. Tehát mindig azt szoktam mondani az edzőm, hogy ami szép, az eredményes. Uh-huh. Ami szép, az jó, ami jó, pedig eredményes. Uh-huh. Megjöttek az első eredmények, ami alapján téged beneveztek versenybe. Igen. Ekkor már egyesületi tag voltál? Beiratkozott egyesületi tag? Igen. Tehát és nem csak tanuló, hanem egyesületi. Igen, uh-huh. Versenyengedélyem volt. Mennyi idő, hány hónap telt el az első lépéstől a versenyengedélyig? Na, mint ezt nem értem. Tehát hány hónap? Tehát hogy beléptél a Szondi utcába, ja. Mi volt, vagy a IASZ terembe? Én januárban mentem először versenyre, áprilisban kezdtem. Ugye volt akkor, ott egy nyár, az azért ritkábban tudtam menni, és akkor utána szeptembertől lőttem csigás íjjal, mert én versenyre csak csigás íjjal mentem. Mennyiben különböző az olimpiai íjtól a csigás íj? Hát nagyon sokban, mert a csigás íj az már szinte egy gép. Tehát igazából persze én húzom ki, én lövöm el, ugyanúgy gyönyörűen kirepül belőle a gyilvessző, mint bármelyik másik íjból. Csak azért itt már komolyabb irányzék van, meg ugye, amiről a nevét is kapta, hogy csigás íj, alul-fölül van egy-egy csiga. Valamelyiknek még középen is, de a legtöbbnek csak alul-fölül. Uh-huh. És ez abban segít, hogy miután kihúztam az íjat, utána hát általában egy 60%-ot könnyít. Tehát sokkal kevesebb fontot, tehát én 42 fonttal lövök, de ennek csak a 60%-át kell tartanom, mert utána a csigák már fogják. És ezáltal, amikor lövök, akkor egy ponton jól meg is lökik a nyilvesszőt, úgyhogy nagyon gyors is lesz ettől. Uh-huh. Sokkal pontosabban lehet vele lőni, meg ugye tovább tudok célozni, hogyha nem kell olyan nagy erőt kifejteni. Hát én nem tudom, hogy hányan próbáltak a kedves nézők közül igazi íjjal a lövést. Én megmondom őszintén, nem tudtam egyáltalán kihúzni. Tehát az nem tudom, milyen íj lehetett, amivel én próbáltam, több alkalommal próbáltam, mert közelében nem vagyok soha a céltáblák. Így megy, meg így megy, meg. Tehát, na mindegy, teljesen mindegy, de hát ez biztos, hogy születni kell, meg kell egy irányzék hozzá, meg ilyesmi. De amikor ugye először próbáltam olyan igazi versenyíjjal lőni, hát egyszerűen semmit, nem olyan, mint hogyha egy mázsát kellene fölemelnem a földről. Mi a titka? Hiszen ahogy mondtad, nem mindegy, hogy amikor kihúzom, szétszakad-e a karom, hát olyan erőnek kell lenni bennetek, hogy ez valami döbbenet. Hát egyrészt nyilván nem mindegy, hogy hány font, milyen font. Mit jelent ez a font? Ó, az ijászatban csupa ilyen fura mértékegység van. Nem tudom pontosan, hogy kell átváltani kilóra, hogy őszinte legyek. De hát nem tudom, mintha több kilót emelgetne az hát ember. Hát igen, tehát kihúzom, ez olyan, mint hogyha így kihúzom, az olyan, mint hogyha így emelnék föl mondjuk 10 kilót, vagy igen, valami hasonló igen. lehet. Igen, tehát én uh-huh. például, hogyha szerintem te egy tradicionális íjjal lőhetél, egy darab fa, meg egy igen. darab madzag igen. ide igen. volt igen. rajta. Igen, az a tradicionális íj. Hát azokból a legtöbb tényleg nagyon erős. Van azért gyengébb nyilván abból is. De például egy olyanból 42 fonttal, mint amivel most lövök, szerintem nem tudnék lőni. Tehát jó, kibírnám húzni, de ilyen három után szerintem már nem tudnék lőni vele, úgy elfáradnék. Uh-huh. Mert tényleg nagyon nehéz. Igen, tényleg nagyon nehéz. Tehát én például reflexzíjjal én 18 fonttal lőttem. Ami nem alkalmas annyira már messzire lőni. Tehát ez a 18 méterre uh-huh. gyakorolni még elég. Nyilván utána már kicsit több kéne, de az pont elég volt arra, hogy órákat tudjak vele lőni, és gyakoroltam a technikát, és 30 méterig még tudtam vele lőni. Tehát akkor az edzés minőségét javítja meg ez a bizonyos csigás rendszerű íj, amivel most lőhetsz. Hát könnyebb vele valamelyes, vagy hát én azt hittem, hogy könnyebb vele pontosan lőni. Volt egy ilyen, amikor... De fizikailag is könnyebb. Igen, igen. Meg ugye több pont van a célzásra, mert a reflexzíjnál ott van egy darab tüske, amit rátesz az ember a sárga közepére, és ellövi. Aztán vagy jó, vagy nem. És a csigásíjnál viszont az idegen is van egy pipnek nevezzük, amin át kell nézni, amin uh-huh. látom az irányzékon a tüskét, tehát már két tehát pontom dupla irányzék van. Uh-huh. Plusz a kezem, ami a másik irányzékon is megvan, hogy hova teszem a fix pontomra.
ami már 3 pont arra, hogy ugyanoda tudjam tenni, és ezáltal fog ugyanoda menni. És így sokkal pontosabban is lehet vele. Persze ennek van egy hátulütője, hogy ha az ember keze mozog, akkor az első kezemben tartja az ilyet, ugyanúgy nem fog jó helyre menni. De én például mondtam egyszer, amikor kérdezték tőlem, hogy miért nem használok irányzékot, ha úgyis ilyen jól megy, még reflexzínál. És én azt mondtam erre, hogy jaj, hát szerintem nem egy nagy vászízdesz irányzékkal eltalálni valamit. Jó, kiröhögtek, és amikor elkezdtem irányzékkal lőni, akkor utána ezt visszavontam, ezt a kijelentésemet, mert irányzékkal is nagy vászízdesz lőni. Hányat lőtök egy edzésen? Hát, az tőlem függ, nekem senki nem mondja meg, hogy hányra menjek oda, egy héten hányszor, és mennyit lőjek, hanem oda megyek, amikor szeretnék, általában minden nap. Általában ott vagyok 6-tól 9-ig. És hát akkor napi 4 órát gyakorolsz. Azért beszélgetünk is, meg van ott klub élet, de igen, viszonylag sokat szoktam lőni. Hát 150-et általában egy nap lövök, de van olyan, hogy többet, de kevesebbet is. Első versenyeden milyen eredményt értél el? Én úgy mentem oda, hogy én a férfi kvalifikációt szeretném meglőni, ami az OB-ra, az országos bajnokságra elég. A férfiaknak az 300 pontból 270, a nőknek 265, nekem meg még kevesebb lett volna. De én úgy mentem oda, én 270 fölött szeretnék lőni. És összességében, mert 2-szer lövünk, tehát összesen 600 pontot lehet elérni, és 540 pont kell ahhoz, hogy az ember férfiként bejuthasson az OB-ra, és ezt megcsináltam. 2 ponttal lőttem fölé. Hoppá. Az első körben 266-ot, a másodikban 277-et lőttem. Már nem emlékszem, de fölé lőttem. És nagyon örültem már, hogy én ezért mentem oda, és ez sikerült. Gondolom, hogy keresztbe hosszába elájult mindenki, látta, hogy úristen, végre itt van egy tehetség. Hány versenyt nyertél azóta? Hát amelyiken elindultam, azt mind megnyertem. Azt mind megnyerted. Hány országos bajnoki címed van? Most már 5. Abból egy bajnoki. Csapat. És egy csapat bajnoki. Nem tudom, hogy milyen az országos mezőny, de gondolom, hogy nem állsz meg az országos színvonalnál vagy szintnél, hanem szeretnél nemzetközi versenyekre is eljutni. Milyen lehetőségek vannak az íjászatban számodra? Hát egy nemzetközi versenyen már voltam, a Duna Kupán, azt megnyertem. Ott, mi véletlen. Ott 3-an voltunk. Hát a legnagyobb dolog, amíg átadsz a bennek, az nyilván az anyagi része. Mert annyira nem nagy támogatott sport ez az íjászat. Vannak lehetőségek, csak azért korlátozva vagyunk. És hát egy országos bajnokság sem olcsó meg elutazni oda, hát még egy nemzetközi. Erre a Dunakupára azért volt lehetőségem menni, mert a Magyar Íjászszövetség ingyen kivitt pár versenyzőt, tehetségesebb versenyzőt, és így tudtam én is oda menni. Tehát gyakorlatilag ahhoz, hogy te igazán nemzetközi mezőnyben megmérettesd magad, ahhoz szponzorra lenne szüksége, illetve az egyesületeteknek lenne támogatóra szüksége ahhoz, hogy igazi nemzetközi sikereket lehessen elérni. Nézed egyébként még mielőtt ezt megkérdezem, hogy látod a nemzetközi mezőnyt, mennyibe kerül egy így? Egy olyan igazán profi. Hát milliók körül van, gondolom. Nem, azért nem. Egy csupaszi, egy mesztelenyi, ami még csak az íj maga. Hát a csigás íjak között tudok én annyira számokat mondani. Az enyém, ami egy viszonylag jó íj, az úgy semmi nélkül 150 000 forint. De lehet 400 fölött is kapni íjat. Tehát így egy jó íjat már azért lehet 150-ért kapni, és onnantól kezdve határa csillagos ég. De lehet nyilván használtan is íjat venni, és rengeteget szoktak. Hát mindig szoktunk viccelődni, hogy van egy íjásztársam, aki sorba tudja mondani, hogy vett egy íjat, és az most kinél van, és kiken ment át. Mert ugye azért nem vagyunk olyan sokan ebben az országban sem.
pláne csigásíjjal nem nagyon sokan lőnek. De igazából Magyarországon kadett, csigás, lány, én vagyok egyedül. Tudtam már. Egy versenyen se találkoztunk még senkivel. És aki ráadásul még a férfiak között is viszi a pálmát, hiszen a férfi kvalifikációt bőségesen teljesítette élete első versenyén már. Utolsó kérdés, nemzetközi mezőnyben, hogy tudnád megállni a helyed? Szoktad nézni a nemzetközi versenyeket? Hát igen, néha szoktam, és azért ahhoz még kéne fejlődni. Amire minden lehetőséged megvan, hiszen 11-es vagy a Szinnyi Versapály gimnáziumban, szeretsz tanulni, úgy látom, hogy ezt a sportot imádod, remek eredményeket hoztál. Az ötszörös magyar bajnok Nagy Éva viccával ismerkedhettek meg a kedves nézők, aki ebben az évben Terézváros sportolója lett. Gratulálok még egyszer. Köszönöm szépen.